Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Nagyvázsonyban Jószág Áldással, főzőversennyel és szórakoztató programokkal várták Szent György napját. A település Marha Nagyhajtás nevezetű programján az állatok ünnepélyes keretek között történő kihajtása már hagyománynak számít. Erről szól következő összeállításunk. Nagyvázsonyban a Marha Nagyhajtás nevet hordozó programot 2007-ben szervezték meg először, amely idén sem maradhatott el. A délelőtti órákban még sötét felhők rémizgették az ünneplő közösséget, de délutánra már szikrázó napsütésben találhatta meg mindenki magának a számára legkedvesebb programot. Fábri Szabolcs a település polgármestere interjújában elmondta, hogy hogyan épül fel egy ilyen program, valamint szóba került az is, milyen fontos üzenetei vannak a Szent György napi marha nagyhajtásnak a település számára. Amellett, hogy a Szent György napi programokon ugye különböző zenés programok, a helyi hagyományőrzők, intézmények fellépései mellett Jószág Áldással kezdődik a program, a Pálos Kolostornál tartott Szentmisén, a csorda ünnepélyes kihajtása. Mellett van egy-két plusz üzenet is. Ilyen például, amit országgyűlési képviselő Tibor is, Navracsis Tibor is elmondott ma a mise után, hogy fontos, hogy ezek az áldások, amik elhangzanak egy mise keretében, ne csak az állatokra vonatkozzanak, hanem az emberekre, az állattartókra, és úgy általában az egész falu közösségre. És a másik üzenete a Szent Györgynek, ami szintén a misén hangzott el, de aktualizálható Nagyvázsonyra is, hogy Szent György nem csak egy mesebeli figura, nem csak a hétfejű sárkányról van szó, hanem egy valóban egykori katona szentről van szó, aki ugye a legenda szerint a gonoszt győzte le, a sárkányt, és azért ez bennünk egy állandó munkálkodó történet, tehát bennünk is elég csak a kommenteket elolvasni az interneten időnként. Az emberben óhatatlanul működnek indulatok, működik dűd, működik harag, és a Szent György abban erősít meg, hogy ezeket az indulatokat, ezt a fajta sárkány győzze le az ember, a Jóisten segítségével, és ezeket az indulatokat formálja át pozitív energiákká, hogy a település, a közösség fejlődjön. A már hagyománynak számító programok mellett a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki találhatott szórakozási lehetőséget magának. Különböző színes programok csendültek fel, és játszósarkok kerültek kialakításra. A legnagyobb siker pedig idén is a minden alkalommal megrendezett főzőverseny volt.